2024. január 1-ével nagy gondba kerülhetnek a kórházak a bérnővéri foglalkoztatás kivezetése miatt, a Magyar Kórház Szövetség alelnöke szerint. Ficere Andrea az Economicsnak úgy fogalmazott, bár szerencsére sokan választják a jogviszonyban történő munkavégzést, az elkövetkezendő hetekben mégsem lép be annyi munkavállaló az intézményekbe, hogy azok mindegyike biztonságosan üzemeltethető legyen. Mivel a bérmunkaerő legfőképp a nővéreket, a műtős személyzetet, illetve valamennyire az orvosokat is érinti, így különböző mértékben minden terület sérülhet. Aggódik a szakdolgozói kamara elnöke is, mivel alapjáraton hiányzik a hazai betegellátásból 25-30 ezer szakdolgozó. Jelenleg 130 ezeren dolgoznak a szakellátásban, és előállhat olyan helyzet is, hogy 15 ezer ember egy nap alatt kivonulhat a rendszerből a kora miatt. Már is köszöntöm a stúdióban Eisenhowerné Földös Andreát, aki alelnöke a Független Egészségügyi Szakszervezetnek, és itt van velünk Rékasi Balázs, egészségügyi menedzser is. Jó reggelt! Jó reggelt. Hát az a kérdés, hogy azokból a hírekből, amelyek arról szólnak, hogy hány országos intézetvezetőt és vármegyei kórházigazgatót mentenek fel december 31-el, illetve hány városi kórház vezetőjét mentik fel, ebből mi következik, vagy következik-e valami egyáltalán? Hát ez azért rémisztőek hatott a szakmára, és úgy az elmúlt napokban én is kaptam ilyen üzeneteket, hogy Balázs, mi folyik az egészségügyben. Hát mindenképpen az egésznek nem tudjuk, a hivatalos magyarázat nincs. Az egyik oka biztos egy kormányzati elégedetlenség, elsősorban miniszterelnök úrra állítólag váratlanul érte az a 150 milliárd forintos hiány, amit idén a kórházak felhalmoztak, és hát ennek különböző bűnbakjai vagy áldozatai vannak. Hát egyik a Jenei Zoltán, a kórházi főigazgatóság főigazgatója volt múlt héten. Akit ugye a hónap elején hívtak vissza. Igen, vagy hát menesztették. Igen, és hát a másik valószínű, hogy ez a kórházigazgatók egy negyedét váltja most le a kormány. Igazából nem nagyon tudjuk az okokat, hiszen nem feltétlenül azokról az intézményekről van szó, ahol a legnagyobb volt az adósság, hanem valószínű, hogy komplexebb a helyzet. Minden esetben nagyon érdekes, hiszen az is egy szakmai trend, és látjuk azt, hogy a kórházaknak a centrumosítása folyik, tehát centrumkórházak kialakítása, megye egy centrumkórház, és kisvárosi kórházi vezetők is vannak, akiknek igazából az elkövetkezendő fél évben, egy évben lett volna feladatuk az, hogy integrálják a centrumkórházba magukat. Na most hogy lehet majd a jövőbe találni olyan kórházvezetőt, aki fél évre, egy évre elvállalja a saját maga level fejezését, ez egy érdekes dolog lesz. Mindjárt kérdezek valamit, csak hadd kérdezzem meg, az új kórházi rendszerben a gazdálkodásért vannak külön felelős szakemberek, ugye? Ez az új rendszer lényege, hogy külön pozíciót neveztek ki azért, hogy a kórházi... Hát azért a kórház vezetésére az egyes számú főigazgató mellett persze igen, egy hármas csapat, az orvosigazgató, a szakmája és a gazdasági igazgató felel. De a főigazgató az, aki elsősorban ezért felel és összefogja az egészet. Na most a főigazgatóknak ilyen szempontból mondom, történt centrumkórház igazgatónak a menesztése, van, aki valóban 65 év feletti. Kérdés az, hogy 65 év felett az ember egyszer hirtelen nem lesz erre alkalmas, ezt nem tudom. Tehát van egy ilyen szabály, de miért én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kórházigazgató van, aki igaz, hogy 65 éves, de érti a szakmáját, ott dolgozik évek, évtizedek óta, jól menedzseli az intézményt. Abban a nehéz anyagi helyzetben, ami elsősorban nem rajta fog, ha egyszer alulfinanszírozottak az egyes beavatkozások, nem fedezik a finanszírozása valós költségeket, akkor nagyon kevés olyan igazgató van bármely területen, aki ezt tudná gazdaságosan végezni. Elsősorban arról akartam kérdezni önt, hogy ugye a Kórházszövetség alelnöke azt mondja, hogy a bérnővérekkel történő új rendszerben a szerződéskötés eléggé megnehezedik, és nagyon sokan kimennek a rendszerből. És megtörténik egy nyugdíjas utánpótlás állítólag, de ez nem feltétlenül így van.
Valóban. Egyrészt ugye nagyon el van öregedve az egészségügyi szakma, és nagyon sok az idős nyugdíjas, de ők nem fogják tudni lefedni azt a hiányt, ami jelenleg van, de, és jelenleg is rengeteg nyugdíjas dolgozik. Másrészt az egyes intézményekben akár 10-12 ezer órában is dolgoztak bérnővérek, hogy ezeknek a pótlása hogyan fog vissza, vagy megtörténni, azt egyelőre még nem látja a szakma. És hát én azt gondolom, hogy minden ápolási igazgató és intézményvezetőnek érdeke volt, és én tudom is, hogy nagyon sokan jelezték ezt a kormányzat felé, hogy működésképtelenné fognak válni, de egyelőre még erre konkrét választ nem kaptak, illetve az, hogy ez módosult ugye, hogy a dolgozókkal egyénileg köthetnek szerződést valóban, de ugye nem véletlenül bérnővér a bérnővér, tehát hogy nem szeretnének kötni, és ugye felajánlották több intézménybe is, hogy jöjjenek be az egészségügyi ellátórendszerbe, és az egy tizedesen volt hajlandó erre, tehát a nővér hiány az meg fog maradni. Amit jelenleg lehet látni, hogy egyes osztályokat bezárnak, vagy pedig csökkentik az ágyszámokat, és próbálják a saját meglévő nővérállományból fele egyharmada ágyszámon ellátni a betegeket. De itt az biztos, hogy ez nem lesz elégséges. Tehát egyrészt a nővérek előbb-utóbb elfáradnak, nincsen utánpótlás, akár az oktatást nézzük, akár pedig ezeket az egyéni szerződéseket. Egyrészt ugye a másodállásokat most újra be kell jelenteni, szigorúbban figyelnek erre oda, ami nem biztos, hogy baj, mert nyilván azért nem fontos lenne, hogy kipihent egészségügyi dolgozó lássa el a betegeket, de eddig ugye az a bérnővér, aki eljött másodállásba, annak volt egy főállása is, és mellette másod, akár harmadállásban is dolgoztak. Tehát így lehetett ellátni ezt a beteg mennyiséget, hogy ezután hogy lesz, ezt még nem látjuk. Lehet olvasni, hogy 2020-ban volt egy erőteljes növekmény GDP arányosan az egészségügyi költésekre, 5,2-ről fölment 7,3-re GDP arányosan, majd a következőben 7,4-re, tehát ott már nagyon minimális volt a növekmény. Az a kérdés, hogy látszik-e, mondjuk a GDP is növekszik, de látszik-e, hogy az egészségügyre valóban, ahogy Rétvári Bence szokta, hogy több pénz jut egyrészt, másrészt pedig ugye azt is lehet látni, hogy mondjuk 230 az átlagos esetszám egy megyében, és hogy vannak olyan megyék, amely a 200 körül van, vannak olyan megyék, amelyek ezt túllépik. Van-e ellátási probléma ezen a területen? Hát, hogy mennyit költünk az egészségügyre, erről annyi, hogy valóban a COVID alatt megnőtt az egészségügyi közkiadások mértéke, egyértelműen itt a lélegeztetőgép beszerzések, ami egy egyszerű kiadás, kérdéses, hogy az hasznosul-e, plusz a COVID védekezési eszközök, és plusz az orvosi béremelés. De mostani számítások szerint változatlanul Magyarország közkiadásból egészségügyre 5% körülit költ a GDP-ből. Ne tévesszük össze a teljes kiadással, ami valóban 7,5%, de ehhez hozzájön a lakosságnak a kiadása. Tehát Magyarország nemzetközi összehasonlításban közkiadásból jóval kevesebbet költ, nemzetközi átlag 8%, ebben szemben van a közkiadásra 5, és a lakosság kiadása 2,5, ebben szemben a nemzetközi átlag az 1 és 2 között van. Tehát mi magyarok sajnos zsebből kénytelenek vagyunk többet költeni, az állam viszont kevesebbet költ. Az, hogy ez kevesebbet költ, igen, meglátszik az ellátásokban, az, hogy ahogy beszéltünk róla, kevesebb ember, beteg jut megfelelő ellátáshoz, visszatérve a szakdolgozó hiányra. Én is érzem orvosként, látom azt a kórházban, hogy az a legnagyobb, van olyan, hogy van orvosunk, orvosok vannak körülöttem, de a legnagyobb probléma, hogy nem jut elég ápolónő. Azért marad el műtét, mert nincsen műtősnő. Vagy visszatérve a bérnővér kérdésre, nem feltétlenül jó a bérnővér. Én is azt látom a kórházban, sokkal jobb egy olyan nővér, akire számíthatok, minden napot van, orvosként tudok vele egy jó kapcsolatot képíteni, de még mindig jobb, ha van egy bérnővér, aki lehet, hogy ma ott van, holnap egy másik osztályon dolgozik, mert rá is tudok bízni feladatokat, ő is el tudja segíteni a betegellátást, tehát nem szabad ilyen mereven tartani a rendszert, foglalkozni kell a szakdolgozók továbbképzésével, egyetértek vele, hogy idősebb kolléganőkkel dolgozunk együtt, akik sokszor elfáradtak, kiégtek, és ezt meg kell tudni újítani. A végszóm az, hogy az államnak igenis jó, hogy foglalkozik az egészségügye, többet kell rá költeni,
és nem látom feltétlenül megoldásnak azt, hogy most egyszerre stratégia nélkül fát vágunk. Mi a helyzet a bérfronton? Ugye azt szokták mondani, hogy az orvosokhoz képest határozzák meg a nővérek adott százalékban, ugye, hogy mennyi az ő bérük. Ez az olló, ez hogy alakul a jövő évre? Hát a kormányzati döntés alapján ennek el kell érnie a márciusi béremelés kapcsán a 37%-át a béreknek, az orvosi béreknek. Hát ugye kaptunk bértáblát, javaslatokat, voltunk is tárgyalni bent az államtitkárságon, és javaslatokat is tettünk, de azt gondolom, hogy az a fajta döntés, ami született, hogy van egy alsó és egy felső határ, és közte pedig a munkáltatónak van lehetősége többet fizetni, vagy kevesebbet, ez azért felvet némi problémát. Egyrészt azt, hogy mi alapján fogják ezt eldönteni, hogy alsó, vagy felső, vagy éppen középső határ. Ugye erre nincs azt, normatív kapaszkodó? Jelenleg még nincsen, tehát kidolgozás alatt van, és állítólag meg fog ez is majd jelenni szabályzásként, de még egyelőre ezt nem tudjuk. Viszont ugye a kórházak adósságállományáról beszéltünk, ami hatalmas, és hát ugye a legnagyobb minden esetben ugye a bérkiáramlás, tehát hogy mennyire van érdeke ugye egy intézménynek, hogy minél többet fizessen a dolgozónak. A jelenlegi helyzetben kellene, hogy legyen, hiszen meg kellene, hogy tartsa azokat a dolgozókat, akik jelenleg vannak, főleg így, hogy ugye a bérnővéri rendszer szinte az meg fog szűnni, tehát érdeke lesz, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ebbe fog előrelépést történni. És a másik pedig, amit mondtak, hogy hát ugye teljesítménybérezés is szóba jött, amit ugye a minőségbiztosítás jelenleg is előír, és minden év végén kell minősíteni a dolgozókat, akár a szakdolgozókat, akár az orvosokat, hogy ez is bele fog játszani, de a jelenlegi, mi azt látjuk, hogy ez a jelenlegi bérés, ez nem feltétlenül jó. Tehát ezt át kéne alakítani. Sajnos csak ennyire jutott idő, pedig még terveztük, hogy például a fővárosi kerületekben lévő szakorvos hiányokról beszélünk egy picit, de ezt majd akkor legközelebb, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.